Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma egy nagyon szép, hosszú, színátmenetes sálat hoztam nektek. Itt láthatjátok ezeket a gyönyörű színeket, a szürkét, a zöld különböző árnyalatait középen, és a petrol kéket a végén. Nagyon egyszerű meghorgolni ezt a mintát, mindössze rövid pálcákból és láncemekből áll. Megmutatom most nektek a mintát, a tűt és a fonalat. Nos, kezdjünk is hozzá a jazz fonallal, ez egy speciális kiadású alpaka és gyapjú fonal. Egy gombolyag elég egy sálhoz, a címkén már láthatjuk is a színátmeneteket, és most már itt fent is láthatjátok zöld, kék és szürke színek. Nagyon szép télies színek, 100 g-os és 180 méteres a gombolyag, 6-os tűt ajánlanak hozzá, én viszont nagyobb tűt, a 9-est fogom használni, tehát így lazább lesz. És szerintem most már kezdhetjük is. A belső szürke színnel fogok kezdeni, megkeresem itt bent a fonal végét. A színkód egyébként a 84-es. Megkeresem a fonal legvégét. Meg is van a fonal vége, páros számú láncszemsort veszek fel. Egy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ekkora szélesség elég lesz a sálamhoz, és most az első három szemet kihagyom, 1, 2, 3, ezeket kihagyom, a negyedik szembe öltök le, és horgolok egy rövid pálcát. Tehát áthúzom a fonalat, és megint áthúzom két húrkon. Most jön egy láncszem, itt lent kihagyom a következő szemet, és az utána lévő szembe leöltök, és horgolok egy rövid pálcát. Utána megint jön egy láncszem, lent kihagyok egy szemet, horgolok egy rövid pálcát, majd jön egy láncszem. Egy szemet kihagyok, leöltök, rövid pálca, utána egy láncszem, majd egy szemet kihagyok, rövid pálca, láncszem. Egy szemet kihagyok, és már el is érkeztem a sor elejére, ebbe az utolsó szembe horgolok egy rövid pálcát, és ezzel már el is készültem az első sorral. Látjátok, hogy nagyon gyorsan lehet haladni ezzel a mintával. Most felveszek két láncszem magasítást, megfordítom a munkámat, és a következő leöltési helyet nagyon könnyen megtaláljuk, hiszen a lyuk lesz itt, amely a láncszem alatt található. Tehát leöltök ide, a láncszem köré, fogom a fonalat és áthúzom. Rövid pálca után láncszem, és már megyünk is a következő helyre. Mindig a lyukba öltök le, horgolok egy rövid pálcát, jön egy láncszem, és utána megint rövid pálca, láncszem, rövid pálca, láncszem. És már el is érkeztem ide a sor végére, és kész van a második sor. Egy láncszemem már van, még egyet felveszek a magasításhoz, megfordítom a munkámat, és már megyek is tovább a harmadik sorral. Mindig csak ezekbe a lyukakba öltök le. Horgolok egy rövid pálcát, utána rögtön mögé jön egy láncszem. És ennyi az egész sálnak az alapja. Közben már kijött a gombolyagnak a közepe, úgyhogy nem is kell már lebontanom fonalat. Tehát rövid pálca, láncszem is. Ide is jön egy rövid pálca, majd egy láncszem. Nos, eddig így néz ki a munkám. Azt hiszem, hogy a fonal pontos összetételét még nem is mondtam. 55%-ban poliakrilból, 25%-ban gyapjúból és 20%-ban alpakából áll. Most horgolok tovább egy pár soron keresztül, ahogy mondtam is, nagyon egyszerű ez a minta, utána pedig megmutatom nektek a munkámat, illetve a színátmeneteket. Nos, itt is vagyok, itt láthatjátok, hogy milyen szép lett ez a szürke rész, már most nagyon jól látszik a minta is, hatalmasak ezek a szemek, jól látszik, hogy egymásba kapaszkodnak, és már most kezd megváltozni a fonal színe is. Itt láthatjátok, gyönyörű ez a minta. Most kékes szín kezd belekúszni a fonalba, itt kezd el egyre több és több látszódni belőle. És itt van a gombolyag, itt egy ideig még benne lesz a szürke szín, de utána már zöld, kék és petrolkék lesz. Valószínűleg hasonló
hosszú a petrolkék is, mint a szürke az elején, a közepe pedig egy színesebb rész lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek ezek a színek a sálban. Itt láthatjátok a színátmeneteket, és az utolsó rész természetesen már csak petrolkék színű. Már csak egy kevés fonalam maradt, ami már nem elég még egy sorhoz, ezért most szépen kihúzom ezt a fonalvéget, és már csak a fonal elejét és végét kell elvarnom. Nos, kihúztam a fonalvéget, már csak el kell varnom, és itt láthatjátok még egyszer ezt a mintát. Nagyon jó puha a sál, nálam ez a sál most eléggé keskeny lett, így aztán többször is a nyakunk köré tudjuk tekerni, de ti akár azt is megcsinálhatjátok, hogy az elején több láncszemet vesztek fel, akkor majd szélesebb lesz a sálatok. Nekem egyébként nagyon tetszik ez a színárnyalat, a sál közepe egy kicsit tarkább, vannak benne zöldes és kékes árnyalatok is, csak a sál eleje és vége egyszínű, azaz szürke, illetve petrolkék. Remélem, hogy tetszett nektek a sál, a minta és a videó. Ha igen, akkor kattintsatok a tetszik gombra. Ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a kis csengőre is, így majd nem maradtok le az új videókról. Hamarosan ismét találkozunk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!